A magyar hoki szurkolókat ünneplik a sportág őshazájában, Kanadában. Egy nemzetközi portál ódákat zeng arról, hogy milyen lelkesek a magyar drukkerek. Közben maga a csapat is remekel. 77 év után most először nyertek meccset a csoportos VB-n. Ha pedig ma este legyőzik Németországot, akkor jó eséllyel bennmaradnak az elitligában. A magyar válogatottnak ez még sohasem sikerült. Néhányan azok közül, akik karneváli hangulatot teremtenek Szentpéterváron a jégkorongvilágbajnokságon. Hajrá Magyarország! És ugyanők szurkolás közben. A magyar drukkerek teljesítményéről még a sportág őshazájában, Kanadában is elámultak. Az egyik legjelentősebb ottani sportlap a TSN hosszú cikkben elemzi odaadó szurkolásukat, kiemelve, hogy közülük sokan 40 órát vonatoztak, hogy ott lehessenek a meccseken. Közel 1200 magyar szurkoló lehet itt Szentpéterváron, Krím és a belorusz szurkolók, akik szintén olyan 2500-as létszámban vannak itt, viszont a magyar szurkolók még őket is túl tudják szállni. Hangban mindenféleképpen. A TSN elemzésében a neves szakíró Kevin Pratt úgy véli, hogy a magyar hokisok ugyan még messze vannak a legjobbaktól, de a szurkolókat ez nem érdekli. Ők a vesztes csapatot is tudják ünnepelni. Értekezik a magyar himnuszról is, amelyet utoljára A csoportos világbajnokságon 1939-ben játszottak el a magyar válogatottnak. Na meg most a fehér oroszok legyőzése után. Kevin Pratt szerint a magyar hokisok egyelőre az outscored kategóriába tartoznak, vagyis nem klasszisok. A hősies küzdés viszont nagyon is a sajátjuk. Erre egyébként szükségük lesz a bennmaradás szempontjából nagyon fontos németek elleni mai meccsen is. Igen, nagyon együtt van ez a német válogatott, új edzőjük van. Az NHL-ből biztos, hogy teljes győzni fognak a magyar csapat ellen menni, és nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz. Hát, hogyha a csapat úgy tud játszani, de beleoszott kellene, az jól van, akkor mindenféleképpen van esély. Ha nyerünk a németek ellen, mindenképpen maradunk az elitligában. Ha ez nem sikerül, akkor még izgulhatunk azért, hogy a franciák megverjék a fehér oroszokat. És ha ez így lesz, akkor a magyar szurkolók ugyanúgy elénekelhetik majd az érik a szőlőt, ahogyan tették azt a csapattal együtt. Itt szegény meg.